A tiltott tárgyak között szerepel vágó, élő, szúró vagy vágóeszköz, rugóskés, gázspré, elektromos sokkoló, de az alkohol, a dohánytermékek és az energiaital is a listára került. A használatban korlátozott tárgyak közé tartoznak a telekommunikációs kellékek, különösen a mobiltelefonok, valamint az internet elérésre alkalmas okoseszközök. Ezeket tilos lesz használni az általános iskolákban, valamint gimnáziumokban, szakgimnáziumokban egész tanítási nap, a kollégiumokban a foglalkozás idejében, az alapfokú művészeti iskolák és a szakiskolák minden év folyamán, szintén a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt. Takács Zita, a Vosinszky Mór általános iskola intézmény vezetője elmondta, ők már egy ideje szabályozzák a mobiltelefon használatot, meg is vannak rá a saját módszereik. Hát nálunk az iskolában eddig is a házi rendelő írta, hogy reggel a gyerekeknek az okostelefonjaikat le kellett adni. Ezt a hetes gyűjtötte össze, minden osztálynak van egy saját kis kosara, amiben a telefonokat elhelyezték, és első óra előtt a nevelő szobába azt leadták. És a gyerekek úgy jutottak hozzá, hogy amikor vége volt a tanításnak, akkor jönnek a tanári szobába, bekopognak, és az ott lévő nevelő kiadja azt a kosarat, és ott kivehették a saját telefonjukat. Nálunk évek óta ez már így működik, a házi rendünk is leszabályozta. Nem volt ezzel a szülőkkel, tehát hozzám érkezett probléma ezzel kapcsolatban nem volt, mert arról is tudomásunk van, hogy van azért, aki ezt a rendszert kijátsza, ugyanis már mondtam, említettem, hogy mi gyerekek táskájában nem gyúlunk, tehát mi azt nem ellenőrizzük, hogy valóban leadta a telefonját, vagy nem történt olyan praktika, hogy két telefont hozott, az egyiket látványosan leadta, vagy odaadta olyan társának a telefont, akiről tudjuk, hogy nincs nála, és akkor ő mondta az, hogy nézzük meg a táskáját, vagy ő maga is kipakolta, és valóban ott nem volt telefon, hiszen addigra már másnál volt. Úgy gondoljuk, hogy az iskolában napközben telefonhasználatra nincs szükség, hiszen bármi történik a gyermekkel, akkor a szülő elérhetősége a krétanaplóban megvan, és a szülőt ugye rögtön fogjuk értesíteni. Ha napközben pedig az iskolai feladat megoldáshoz van szükség rá, akkor eddig is volt arra lehetőség, hogy a kolléga bevitte a telefonokat, és azzal oldottak meg mondjuk egy interaktív feladatot. Más egyéb okos eszközt, tabletet, notebookot nem jellemző, hogy az általános iskolás korosztály legalábbis nálunk nem hoz be, még ami előfordul, az az okos óra. Az okos órát eddig nem szabályoztuk, nem vettük el a gyerekektől, bár már volt olyan tapasztalatunk, hogy azzal is készítettek felvételt, és ez nem is felsőbe, hanem alsóba történt meg. A feladatellátási helyünkön sem működik saját büfénk. Egyedül a Bartók utcában van, hogy a városi sportcsarnok büféje a délelőtti órákban, a szünetekben üzemel, és ott a gyerekek tudnak maguknak ételt, italt vásárolni. Eddig is megegyeztünk a szolgáltatóval, hogy energiaitalt nem árusíthat a gyerekeknek iskolai idő alatt. Szúróvágó fegyverekre, ugye mi reggel nem nézzük át a táskákat. Ha tudomásunkra jutott bármilyen olyan, ami sérülést okozhat eszköz, akkor természetesen behívtuk a gyereket, kértük, hogy vegye elő a táskájából, vagy adott esetben a szülőt kértük meg, és az elmúlt évben már két telephelyünkön is, a Kossuth 10-be és a Bartók 23-ba iskolaőr is szolgálatot teljesít, tehát őt is kértük ezekhez. A rendszer természetesen átjátszható, és ugye mi nem egy börtön vagyunk, tehát itt motozás nincs. Az okostelefonok használata már a hétköznapjaink részévé vált. Ebbe a tevékenységekbe az újabb generáció egyszerűen beleszületik, és az oktatási intézményekben is egyre többször előkerül a táskákból. Tolnaiak többsége egyetért a kommunikációs eszközök kizárásával. Én azt gondolom, hogy az nagyon helyes lenne. Meg a mobiltelefon. Jó, a gyereknek legyen otthon mobiltelefonja, használja minden, de az iskolákban szerintem ez nem helyes. Mert szerintem az iskolában tanulni kell, nem ez a megoldás, hogy ottan egész nap a telefont nyomkodják órákon, és ezt rendszeresen zavarják vele az órákat a legtöbb iskolában. Mert valóban hátráltatja, teljesen online térbe élnek, léteznek, és nem igazán vannak emberi kapcsolataik, csak online. Hát én helyesnek tartom, meg nem is engedném, hogy vigyenek a
iskolába mobiltelefont. Szerintem jó döntés mindenképpen, bár annak ellenére, hogy mondjuk én is sokat használom, mert a munkámhoz kötött, de szerintem jó döntés. Valamiben lehet, hogy kell a telefon, meg amilyen világ, irányba halad a világ, de biztos, hogy korlátozza. 7 gyermekesként nagyon helyesnek tartom, mert az iskolában mással foglalkoznak a gyerekek, nem pedig azzal, amivel kell. Szünetekben nem tudják elfoglalni magukat, hogyha nincsen náluk telefon. Én úgy gondolom, hogy egy jó ötlet. Nálunk 12 éves kor alatt nem volt eddig telefon, tehát akkor is csak utána, hogyha elment középiskolába, de nem kapta meg. 14 éves kortól volt telefon, mert ugye lemarad a többiektől, különben sajnos a híradás technika világában ez nehéz dolog. De úgy gondolom, hogy rátermettebbek lesznek ettől a gyerekek, mert nagyobb az önállóságuk 14 év alatt, hogyha adunk neki egy telefont, 90%-ban elveszjük a gyereket. Tehát nem a családba éri, hanem a telefonon éri világát. Én úgy gondolom, a telefon az telefonálásra jó. Sajnos most már hozzátartozik a hétköznapjainkhoz. Különböző portálokon megosztanak dolgokat, illetve azon társalogjanak egymással. Sajnos a reklámvilágában élünk, tehát ezzel lehet irányítani az embereket. Én csak támogatni tudom. Annyi időt elbírnak telefon nélkül. Ez az én véleményem. És egyébként milyen tapasztalata, akár nem tudom, hogy a családban van fiatalabb, vagy nála kicsit még idősebb generáció, aki már így esetleg sokat nyom? Vannak, de őnekik a szüleik eléggé bekorlátozzák, csak bizonyos időbe. Van telefonjuk, hogy a szülők elérjék, de nincsen ilyen internet meg egyéb hozzáférésük. Uh-huh. Egy 8 meg egy 11 évesnek, a háromnak meg még nem kell. Amikor sajátot kaptak, hát körülbelül olyan 6 éves kortól. De mondom csak arra, hogy a szülők el tudják érni, meg ők haza tudjanak telefonálni, ha baj van. De nincs rajta internet. Van benne sok igazság is, mert én úgy gondolom, hogy azért a gyerekek nagyon elmentek a technika irányába, de azért az egy jó dolog, hogy segélyhívásra használhatják majd. Akadt azonban ellentétes vélemény is. Nem értek vele egyet, hadd vigyék. Gyerekek, hadd vigyék. Hát. Akármilyen baj előfordulhat, vagy szülők kapcsolatot tartani velük, azt mondom, hagynám a telefont a gyerekeknek. Aki tanulnak, az tanul, az nem telefonálott az iskolába, az egyértelmű. Tanároknak nem teszik, vagy mit tudom én, valami hasonló lehet csak. A rendelet szerint a kellékeket a tanítási nap kezdetén le kell adni, és elzárt helyen kell tárolni. A tervezet szerint a leadott tárgyat az átvétel időpontja szerinti állapotban kell visszaadni.